Itt van velünk a stúdióban a magyar ökölvívó válogatott szövetségi kapitánya Balzsai Károly, akivel hamarosan beszélgetünk a hazai és a nemzetközi ökölvívás helyzetéről. Előtte azonban nézzünk meg egy rövid összefoglalót. Még októberben látott napvilágot a hír, miszerint a Magyar Ökölvívó Szakszövetség költségvetésében 348 millió forintos hiány van. Ezáltal veszélybe került a hazai és külföldi versenyek, illetve edzőtáborok finanszírozása. A szövetség elnöke Erdei Zsolt elismerte, hogy az augusztus végén rendezett ifjúsági világbajnokság jóval többe került a vártnál. A Nemzetközi Ökölvívó Szövetségnél is áll a bál, miután a szervezet moszkvai kongresszusán az eddigi idéglenes elnököt, az üzbék Gafur Rahimovot választották meg vezetőnek. Rahimovot az Egyesült Államokban szervezett bűnözésben való részvétellel gyanúsítják. Korábban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nyomatékosan kérte, hogy ne az üzbék sportvezető irányítsa a szövetséget. Így nem csak a magyar, hanem a nemzetközi ökölvívás helyzete is bizonytalan. Jó reggelt, örülünk, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó reggelt kívánok. Hát hallottuk, hogy bizonytalan, hiszen a Nemzetközi Olimpiai Bizottság folyamatosan fenyegeti a szövetséget, hogy akár az olimpián majd nem lesz ott az ökölvívás. De mennyi esélyt látsz erre, hogy akár az ötkarikás játékokon majd nem lesz ott az ökölvívás? Annyira nem érzem bizonytalanak, mert néhány héttel ezelőtt azért az IOC kiadott egy olyan nyilatkozatot, illetve Thomas Bach olyat nyilatkozott, hogy a sportolókkal nem akar kiszúrni, azért, mert ilyen a nemzetközi vezetése, akik ugye nekik nem tetszenek. A sport az marad az olimpiai programban, viszont lehet, hogy az AIBA, tehát a világszövetségünket nem engedik oda az olimpiára, és ők fogják megrendezni majd az ökölvívó versenyt. De a sportolóknak a helyzetét azt próbálta úgy biztosítani, mert megnyugtatni őket, hogy az olimpián azért a programban az ökölvívás ott lesz. És hát nem mehetünk el szó nélkül a magyar helyzet mellett sem, hiszen hallhattuk azt is, hogy nincs minden rendben. Na most ez mennyire nehezíti meg a válogatott, illetve a te munkádat? Hát az olimpiai ciklus kellős közepén azért egy picit megzavart minket is. Most néha úgy érzem magam, hogy persze ülök a sarokba, és én játszom a saját játékomat, és akkor a felnőttek meg ott játszanak a szoba közepén, vagy mint Alice, és csak kapkodom a fejemet. De természetesen nekem megvan a feladatom, és ha bármiféle nehézség van, azért nekem arra reagálni kell, és a edző kollégákkal együtt kreatívan úgy alkalmazkodni a helyzethez, hogy a szakma a legkisebb mértékben sérüljön. Azért most három nemzetközi, illetve felkészülési versenyemet, illetve egy uniós Európa-bajnokságot töröltek a edzőtáborral együtt, ugye most a nehéz anyagi helyzetre hivatkozva. Erre úgy próbálunk reagálni, hogy közös edzéseket, közös kesztyűzéseket hozunk össze a srácokkal. Nyilván ezt nem nagyon lehet sokáig húzni, mert egymást már jól ismerik. Közelben néztem nemzetközi versenyt, ami most két hét múlva, illetve a jövő hétvégén Zágrábban lesz, és megkértem olyan egyesületeket, akik esetleg jobban állnak anyagilag, és olyan válogatott versenyzőjük van, akikkel érdemes lehet foglalkozni, illetve esélyük van az olimpiai részvételre, akkor fizessék ki nekik, én beülök a szövetségnek a buszába, és kiviszem őket, illetve több olyan egyesület saját költségen ki fog utazni, és legalább egy háromnapos nemzetközi versenyen részt fogunk venni a decemberi Magyar Bajnokság előtt. És bízom benne, hogy januártól meg a bocsánat, annyira fog rendeződni a helyzet, hogy onnantól kezdve már az alapozó edzőtábor, és illetve az összes nemzetközi versenyen, amit beterveztem jövő nyárig, az részt tudunk majd venni. És ha már szóba hoztad az edzőtáborokat, akkor jelenleg most hogy néz ki, mi a helyzet velük? Edzőtábor az idén már nem lesz. Közös edzések vannak, illetve mindenki az egyesületébe készül. Erre a uniós országos bajnokságokra lett volna egy kéthetes tatai edzőtábor, ugye az törölve van, de január 7-én Mátraházán újra együtt lesz megint a csapat, és azt a kéthetes közös alapozó edzőtábort én nagyon bízom benne, hogy azt meg fogjuk tudni tartani. Jövőre kvalifikációs versenyek is vannak terítéken. Na most említetted már, hogy bízol abban, hogy megoldódhat, de hogy néz ki mégis a jövő, és hogyan oldódhat meg ez a helyzet? A jövő évünk az nagyon-nagyon sűrű lesz, ugye rengeteg nemzetközi verseny van, Európa játékok van lesz, ami ugye júniusban van, és az a mi nagy Európa bajnokságunk is lesz egyben, illetve szeptemberben Szocsiban lesz a kvalifikációs felnőtt világbajnokságunk.
Utána mi pontosan nem látjuk, hogy a kvalifikáció maga hogy fog kinézni ugye az olimpiára, mert amióta a kvalifikáció létezik ökölvívásban, mindig más volt a rendszer. Egyelőre a mostani rendszert mi még nem tudjuk. A pontrendszeres, illetve ezt a ranglistás rendszert már biztos, hogy nem fogják tudni bevezetni, mert arra már nincsen idő. Tehát a világbajnokság lesz, illetve 2-3 olyan nemzetközi versenyt fognak kijelölni, hogy adott eredményt kell elérni, adott helyezésért kap valaki egy név szerinti kvótát, mint ahogy a elmúlt 2-3 olimpián is volt, csak mindig más verseny volt ugye a kvótaszerző, és akkor úgy lehet majd kikerülni az olimpiára. Viszont most is van feladat bőven, hiszen kezdődnek az ifjúsági országos bajnokságok, decemberben pedig jön a felnőtt. Így van, feladat az mindig van, hanem akkor keresünk azért magunknak, hogy a srácok ne unatkozzanak, illetve úgy fel tudjuk őket készíteni a jövőre. Még azt elfelejtettem mondani, hogy jövő, illetve január 1-től elfogadták, hogy új súlycsoportok lesznek. Fiú súlycsoportban ugye 80 és 5 lány súlycsoport lesz ugye az olimpián, és ez megint egy kicsit megkeveri a kártyákat, és a srácainkat ugye, főleg az alsó 3-4 súlycsoport az annyira messze lesz egymástól, hogy ott muszáj lesz majd súlycsoportot váltani a srácoknak. Tehát nem könnyű a feladat, főleg nekik, de igyekszünk azért kreatívan reagálni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és természetesen sok sikert kívánunk a folytatásban. Köszönjük szépen.